óriási lehetőséget kínálnak a műszaki, az informatikai, valamint a természettudományi területek. Mindemellett a jó tanulmányi eredményekért más tudományokhoz képest sem kell nagyobb erőfeszítéseket tenni. Ez az egyik fontos üzenete annak a különdíjnak, amit a 2019-2020-as tanév országos középiskolai tanulmányi versenyén első helyen végzett három kiemelkedően tehetséges diák részére adományozott a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Nagy rész szeretni kell azért, az mindenképpen benne van egy picit, hogy így tolni kell, de ami így érdekes lehet, hát talán a kísérletek is, azért azt gondolom vannak érdekes kísérletek, meg ha valaki szerette a matematikát, akkor én úgy gondolom inkább onnan tud kémia felé átjönni. Ádám elektrokémiával kezd foglalkozni első évfolyamos hallgatóként, és hosszú távon egyéni kutatóként képzeli el a jövőjét. Ahogyan Péter is ebben a tanévben lett egyetemista és mechatronikai mérnök hallgatóként az iparban megtalálható különféle szerkezetekkel, gépészeti, villamossági és informatikai oldalról is megismerkedhet. Ha a fizikával komolyan foglalkozik az ember, akkor sokkal egyszerűbben meg tudja érteni azt, hogy a körülötte levő világban mégis mi folyik pontosan. És hát ugye igazából a fizikának ez az egyik legfontosabb feladata, hogy különféle modelleket alkosson azokra a dolgokra, amiket tapasztal az ember. Hosszas kiválasztási folyamat után dől el, hogy ki vehet részt az országos középiskolai tanulmányi versenyen, és aki ezen előkelő helyen végez, az az iskolai tehetséggondozás egyik csúcsát éri el. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal arra ösztönzi a diákokat, hogy a kutatói pályán is próbálják ki magukat, akár frissen felvett egyetemistaként is. Az egyetem, illetve a középiskola az nem egy nagyon súlyosan egymástól elválasztott dolog, hanem inkább valaminek a folytonosságát jelenti. Éppen ennek keretében hoztuk létre ugye az új nemzeti kiválóság program keretében a tehetséggel felkonstrukciót is, ami kifejezetten azokat célozza, akik egyébként az OKTV-n érdemi helyezést érnek el, és ők azok, akik tulajdonképpen kvázi szabad jegyet kapnak arra, hogy a kutatásaikat megkezdhessék a felsőoktatásban már friss egyetemi hallgatóként is. Dr. Szabó István hozzátette, hogy közel sem magától értetődő, hogy éppen csak elkezdve az egyetemet valaki kutatásba kezdjen. Éppen ezért számtalan segítséget biztosítanak a hallgatók számára, hogy például mentort találjanak, adott esetben akár az Országos Tudományos Diákköri Konferencia hálózatán keresztül.